Jó estét kívánok! Kiképző tiszteket küldhet Ukrajnába a Pentagon. A szakemberek az önkéntes Nemzeti Gárda kiképzésében vehetnek részt. Barack Obama elnök ma arról is beszélt, hogy még nem született döntés arról, hogy fegyverzettel is segítsék-e az ukrán haderőt. Nyugati politikusok szerint azonban diplomáciai megoldást kell találni a helyzetre. Holnap Minszkben ülhet tárgyalóasztalhoz Kijev és Moszkva, hogy francia és német közvetítéssel próbáljanak meg egyezségre jutni. Ukrajna keleti részében tovább tartanak a harcok. Kramatorszkban a felkelők rakétákkal támadtak a helyi katonai főhadiszállást, de több töltet lakossági épületekre hullott. A harcok itt legkevesebb 3 halálos áldozatot követeltek, többen pedig megsebesültek. Közben egy Luhansk megyei városban történt tegnapi támadásról egészen megrázó képsorok kerültek napvilágra. A felvétel egy rakétatámadást örökített meg, ami egy meleg konyhát ért. A robbanást követően az emberek szemmel láthatóan sokkos állapotban igyekeznek menedéket keresni. Többen az asztalok alá bújnak, mások a pincébe menekülnek, miközben a padló törött üvegek és törmelék borítja. Donyeckben pedig önkénteseket toboroz a felkelők hadereje. Bombáznak minket, a házainkat, a szülőföldünket, az egész családunkat. Én azt szeretném, ha a gyerekeim egy normális országban nőhetnének fel, mondja egy önkéntes. A toborzók beszámolója szerint kedden egyedül Donyeckben mintegy 100-an csatlakoztak a lázadó fegyveres erőkhöz. A fegyveres konfliktusnak szakértői becslések alapján mintegy 5400 halálos áldozata volt tavaly áprilisa óta. Oroszország és Ukrajna holnap francia és német közvetítéssel ülhet tárgyalóasztal mellé Minszkben. Bízunk abban, hogy az ukrán konfliktus megoldható diplomáciai eszközökkel, mivel véleményem szerint katonai megoldása nincs a jelenlegi helyzetnek. A francia elnökkel közösen ezen fáradozunk Kijevben és Moszkvában. A következő napokban eldől, mekkora sikerrel. Fogalmazott a kanadai látogatáson tartózkodó német kancellár. Korábban pedig Barack Obamával közösen tartott sajtótájékoztatót, ahol az amerikai elnök ehhez hasonlóan fogalmazott. Arra kértem a csapatomat, hogy vizsgáljanak meg minden lehetőséget, ha a diplomáciai úton nem érünk el eredményeket. Az egyik lehetőség, hogy fegyverekkel támogatjuk Ukrajnát, de erről még nem döntöttünk, fogalmazott Obama. Lapértesülések szerint arról viszont már megszületett a döntés, hogy a Pentagon katonai szakértők küldésével segíti az ukrán nemzeti gárda kiképzését. A szakemberek már márciusban a térségbe utazhatnak. Egyelőre az európai politikusok is a holnapi minszki találkozó kimenetelére várnak. Az EU külügyminiszterek tegnap újabb szankciókat hagytak jóvá Oroszország ellen. Ezek végrehajtását azonban a francia-német-orosz-ukrán csúcstalálkozó kimenetelétől tették függővé. Az ukrajnai helyzetről beszélgetünk tovább Novák András külpolitikai szerkesztővel. Szervusz András! Szervusz Géza! Ugye egyértelműen fogalmaz most már a német kancellár, hogy nem lehet és nem szabad fegyvereket szállítani Ukrajnának. Kinek üzente ezzel Angela Merkel? Nem titok, hogy leginkább az Egyesült Államokra akar nyomást gyakorolni a német kancellár. Amerikában már hetek óta születnek olyan nyilatkozatok, hogy elfogadhatónak tartanának egy komolyabb úgynevezett meleg fegyverszállítmányt Ukrajna megsegítésére. Erre egy példát szeretnék mondani, amikor egy héttel ezelőtt az Egyesült Államok szenátusa az új védelmi miniszterjelöltet hallgatta meg. S. Carter azt mondta, hogy hajlik a fegyverszállítások megindítására. Szó szerint úgy fogalmazott, hogy egy erősebb ukrán hadsereg az növelheti egy békés rendezésről szóló tárgyalás esélyeit. Egy ilyenfajta fegyvertámogatásról már korábban is szó volt az Egyesült Államokban, de eddig a NATO csak úgynevezett nem meleg fegyverekkel támogatta az ukrán hadsereget, például szállítóeszközökkel, aggregátorokkal, sátrakkal, takarókkal. Szóval amikor a német kancellár a kanadai látogatása után a békés megoldás mellett érvelt, akkor egyértelműen burkoltan az USA-nak üzent. András, játszunk el a gondolattal, hogy mi történhet akkor, hogyha az Egyesült Államok úgy dönt, hogy mégis szállít fegyvereket Ukrajnának. Obama elnök úgy fogalmazott, hogy amennyiben kudarcot vallanak a diplomáciai tárgyalások, akkor kilátásba lehet helyezni egy amerikai fegyverszállítást. Erről a lehetséges lépésről már korábban megkérdeztük Cseri Ferenc nemzetbiztonsági szakértőnket, aki azt mondta, hogy egy ilyenfajta fegyveres segítség életveszélyes következményekkel járhat. Putyin orosz elnök mindenképpen agresszív lépésként tekintene egy amerikai fegyverszállítmányra, és beláthatatlan következményei lehetnek. Gondolok itt arra, hogy hihetetlen nagy hadsereget tud órák alatt mozgósítani az orosz elnök. Már az amerikai diplomácia mindig úgy fogalmaz, hogy egy amerikai fegyverszállítmány az nem az orosz hadsereg legyőzése céljából kerülne Ukrajnába, hanem az ukrán védelmi képesség növelés miatt. Sajnos egyébként mi a helyzet most Ukrajnában, ahogy a bejátszásban is láttuk, folyamatosak a harcok, van-e valamiféle esély a békére, hogy látod. Ezekben a percekben is folyamatosan lövik egymást az ukrán hadsereg katonái és a szakadárok. Mindkét oldalon rengeteg a sebesült és az áldozat. Az nem titok, hogy az oroszok sok esetben a segélykonvojnak álcázva visznek több tonnányi utánpótlást, főleg lőszereket a szakadárok részére, legalábbis ezt állítja Kijev. A NATO pedig logisztikai eszközökkel támogatja az ukrán hadsereget, erről már beszéltünk az előbb. Így a csapatok minden oldalról folyamatos ellátást kapnak. Bár a béketárgyalások a világon a legfelsőbb szinten tartanak, az elmúlt hetekben nem igazán vezettek eredményre, szóval most rövid távon nem igazán látom az esélyét egy békés rendezésre. András, köszönjük szépen! Holnap hirdetnek ítéletet Belgiumban egy tavaly felszámolt iszlamista toborzó hálózat ellen indított bírósági perben. A csaknem 50 vádlott közül 36 ellen a távollétében zajlik az eljárás. Ítélet születhet abban a belgiumi perben, aminek tárgyalását korábban elhalasztották az év elején elkövetett franciaországi terrortámadások miatt. Az egyik vádlott 2 éve ment Szíriába, hogy együtt harcoljon az ottani dzsihadistákkal. Mindig kedves fiú volt. Amikor a foci csapata megvált tőle, nagyon depressziós lett. Marokkói fiatalok kihasználták és bemutatták a Sáriát Belgiumnak elnevezésű szervezet szóvivőjének. Az életem onnantól pokollá vált, meséli a fiú édesanyja. A szóvivő 2 éves börtönbüntetését tölti nem muzulmánok elleni gyűlöletkeltésért. A mostani perben iszlamista toborzással vádolják. Az általa beszervezett fiú 19 éves volt, amikor eltűnt. Szülei azt sem tudják, éle még. Szíriában van, és semmit sem tehetek, ha történik vele valami. Nagyon hiányzik. 2 éve utazott el, és azóta nem volt olyan nap, hogy ne gondolnék rá, és ne sírnám el magam. Éjszakánként aludni sem tudok. A per csaknem 50 vádlottja közül 9-en vannak, akik ellen nem a távollétükben hirdetnek ítéletet. Egyikük egy 20 éves fiatal, akit 2 éve szerveztek be. A nigériai anyától származó fiú akár 4 év börtönt is kaphat. Végignéztük, ahogy egyre szélsőségesebb lett. A Sáriát Belgiumnak tagjai választották ki és sorozták be egy mecsetben. Mindenhol ott vannak, és arról próbálnak meggyőzni másokat, hogy ők képviselik a valódi iszlámot, mondta a fiú édesapja. A férfi korábban Szíriába utazott, hogy hazahozza fiát. Szerinte a terroristák úgy toboroznak harcosokat, hogy kihasználják fiatalkori szorongásaikat. A fia esetében ez egy sikertelen tini szerelem volt. Ha kriminalizálják ezeket a fiatalokat, akkor sohasem fognak visszatérni. Ezzel csak még termékenyebbé teszik a talajt a terroristák számára, hiszen gyűlöletet keltenek a nyugattal szemben. Az európai országok közül a lakosaik számához viszonyítva Belgiumból csatlakoztak legtöbben a közel-keleten harcoló terrorcsoportokhoz. Az Európai Unió vezetői csütörtökön találkoznak Brüsszelben, ahol megállapodásra juthatnak arról, hogyan tegyék szorosabbá a terrorellenes együttműködést a tagállamok között. Hegymászók találtak rá az Andokban egy 54 éve eltűnt utasszállító repülő roncsaira. A gép 1961. április 3-án szállt fel a chilei fővárosban, de később lezuhant. A 4 fő személyzet mellett 20 utas volt a gépen, köztük egy helyi foci csapat 8 profi játékosa és edzője, valamint 3 játékvezető. Régi rejtély oldódott meg Chilében, ahol hegymászók egy csoportja rátalált egy több mint fél évszázada lezuhant repülő roncsaira. A gép maradványaira 3000 méteres magasságban láttak rá az Andokban. Nyomasztó volt látni a roncsokat, amik vegyes érzelmeket keltettek bennem. Szinte érezhető volt a tragédia szomorúsága, mondta az expedíciót vezető hegymászó. A 9 fős csoport tavaly 2-szer is megpróbálta megtalálni a roncsokat, de nem járt sikerrel. Idén 2 napi lovaglás után 2 további napon át másztak a hegyen, mire ráleltek a gép maradványaira. A repülőnek csak egyes részeit találtuk meg, félig a földbe voltak temetve. A sziklák alatt biztos sok titok rejtőzik, amiket még fel lehet tárni. Az utasszállítót üzemeltető légitársaság a tragédia idején állami tulajdonban állt. A szerencsétlenség áldozatainak hozzátartozói közül többen személyesen néznék meg a helyszínt, ahogy sok turista és hegymászó is. Az ilyen helyek vonzák a katasztrófa turistákat, akik ide látogatnának emléktárgyakért. Ez is biztos nagyon népszerű lesz. A gép farkát és néhány áldozat maradványait már egy héttel a repülő lezuhanása után megtalálták. A nehezen megközelíthető hegycsúcsokon biztonsági okokból végül mégsem folytatták a keresést. És ez volt a világhíradó kedd este. Köszönöm figyelmüket, jó éjszakát, viszontlátásra!